Jó napot, köszöntelek benneteket, sziasztok, M3 Autópark koncertó, és én leszünk itt a háttérben, és előtérben pedig a Chevrolet Sparkunk, egy 1000-es motorra rendelkezik, és mondhatom nyugodtan azt, hogy közel egy új autót nézegetünk, mert ez egy 6400 km futott autó, tökéletes, abszolút újszerű állapotú jármű. Hát ezt Feri és Peti is ugye természetesen már átnézték, most már csak veletek kellene gyorsan átnéznünk az autót. 2014-es kocsi, friss műszakival rendelkezik, és ugye 68 lovas ez az 1000-es benzines motor, amit meg fogunk most nézegetni veletek közösen. Két darab gyári kulcsa van, becsukom az ajtót, és rögtön be is indítjuk, tehát leveszem gyújtásról, hogy lássátok, még van itt más, és ugye van itt menet stabilizátor, ABS légzsákok, olajnyomás, töltésjelző, minden szépen kialszik, ugye nem vagyok bekötve, villog, és ugye be van húzva a kézifékünk is. Már nincs, de közben elgurulunk. Tökéletesen üzemel, minden kialudt, ugye, minden rendben van vele, egész újszerű, de hát igazából minden újszerű benne. Kettő darab elektromos ablakot tudunk üzemeltetni innen a bal kezünkkel, lehet jobbal is, csak úgy nehezebb. Ugye van légzsák elől, oldalt és függöny légzsákot a járműben, úgyhogy kicsi kocsi létére telerakták jól légzsákokkal. Amúgy a gazdája 1932-ben született, jól hallottátok, tehát 32-ben született. Hát tulajdonképpen szegény nem sokat ment vele, azt gondolom én. Nem adatott meg neki, hogy jó sokat bele csavarjon az autóba. Láthatólag teljesen újszerű ülések, 5 sebességes váltó, ugye manuális klíma van benne, USB AUX csatlakozó, és ugye egy szuper kis rádió, szépen csendesen szól. Feri, Peti pedig a szép üléseken itt el vannak tökéletesen. Nézzük meg az autó hátsó ülés sorát, innen tudjuk ezt kinyitni. Ugye ezek dönthető ülések, egy ilyen kis pöcköt felhúzunk, és akkor szépen össze lehet csukni ezeket az ISOFIX-es üléseket. Hátul kézzel tudjátok tekergetni az ablakot. Mondhatni a nyári gumijai is teljesen újak, hiszen ez a 6000 km ez nem koptatja meg az autót. Amúgy kívülről tökéletes, újszerű képet fest a jármű. Nyugodtan be lehetne rakni egy szalomba új autóként. Hátuljában is szép tisztaság, dönthető ülések, ugye, amit előbb nézegettünk, még a fólia is rajta van, nem tépte le a mami róla, hiszen egy hölgyé volt az autó. Amit szintén nem ért meg szegény, azt gondolom én, hogy a téli gumi egy felszereltesse, valamilyen okfolytán megint csak mondom én, ezek teljesen újak, abszolút 0 kilométeresek, nem volt még az úton a jármű, a csomagtartójában várta, hogy egyszer majd felszereljétek, most már majd ti, hiszen az eredeti volt gazdája már nem fogja ezt megtenni. Minden ablaka tökéletes, úgy ahogy a lámpatestek is, hibátlanok, láthatólag szintén szalonállapotú, ellenőrizhető kilométerfutású, megvan a vizsgalapja az autónak, tehát visszakövethető. Hát itt, ha belenézünk, akkor nyugodtan, mint mondhattam, most is kimerem mondani, hogy ez olyan, mintha most jött volna le a szalagról ez az autó, a gyártó sorról. Aki szeretne egy néhány éves, ám de jóval kevesebbe kerülő új autót vásárolni, az M3 Autóparkba, ezt meg is találta a Chevrolet Sparkunk képébe. Gyertek el, nézzetek meg, győződjetek meg róla, hogy közel új autót fogtok vásárolni, és jó pár évig nem kell gondoskodnotok sem műszaki vizsgáról, sem pedig gumiról, az autó pedig tökéletesen hibátlan állapotban fog nektek még egy jó pár évig dolgozni. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, legyetek kedvesek, egy ilyen jelet nyomjatok a végére, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, minél több ilyen jó kis autót fogtok majd látni itt nálunk, itt az M3 Autóparkban. A viszontlátásra, sziasztok!